Egy ember meghalt, amikor kigyulladt egy kollégium Budapesten, még vizsgálják, hogy ki lehet az áldozat. Szinte teljesen leállt a győri Audi gyár, a dolgozók egyhetes munkabeszüntetése miatt az ország egyik legnagyobb exportőre a cég. A kormány nem vesz részt a Magyarországról szóló európai parlamenti vitanapon, ezt Gulyás Gergely jelentette be. És hamarosan visszavásárolhatják a devizahitelesek a lakásaikat, már küldi a tájékoztatást az eszközkezelő. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Egy ember meghalt egy kollégium tűzben Budapesten, a 9. kerületben. A Református Egyház rádai kollégiuma gyulladt ki. A 3 emeletből az épület 2 felső szintje égett. A kollégiumot kiürítették, a tűzoltók oltás közben találták meg a holttestet. Azt nem tudni, hogy ki az áldozat, annyi biztos csak, hogy egy lépcsőfordulóban volt a holttest. A Magyarországi Református Egyház közleménye szerint nagyjából 90-en voltak az épületben az ott lakó 130 emberből. Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője híradónknak azt mondta, hogy a holttestet egyelőre nem sikerült azonosítani. Az első tűzoltók kiérkezésekor már a második, harmadik emeleti folyosókról nyíló szobák ablakain kicsaptak a lángok, így a tűzoltás vezető a legmagasabb riasztási fokozatot rendelt el. 100 tűzoltó, 30 tűzoltó gépjárművel dolgozott, 2-2,5 órai megfeszített munka után sikerült a lángalégést a kollégáknak megszüntetniük. 12 vízsugárral dolgoztak a tűzoltók az épületen belül, és 3 vízsugárral az épületen kívül. Szinte teljesen leállt a győri Audi gyár, a dolgozók egyhetes sztrájkot kezdtek. A jövő csütörtökig tartó munkabeszüntetés az üzem egész területére kiterjed. Az Audi Hungária független szakszervezete azért hirdetett teljes leállást, mert nem sikerült megegyezniük a céggel az idei béremelés mértékéről. Az audisok múlt pénteken már tartottak egy 2 órás figyelmeztető sztrájkot. Abban akkor az összes dolgozó, nagyjából 4000 ember vett részt. A győri cég az egyik legnagyobb exportőr Magyarországon. Gulyás Gergely szerint nem lesz általános sztrájk az országban. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormány megegyezést szeretne. A miniszter beszélt arról is, hogy a kormány nem vesz részt a jövő heti európai parlamenti vitán. A Magyarországról szóló vitát még a zöld párti frakció kezdeményezte, tekintettel a tüntetésekre, a munkatörvénykönyvének módosítására és a közigazgatási bíróságok létrehozására. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a vita elfogult lesz valós érvek és okok nélkül. Szerinte a jelenlegi bevándorláspárti többségű európai parlament a soros tervet hajtja végre, de reméli, hogy a választások után a bevándorlást ellenzők kerülnek többségbe. Az európai parlamenti újabb vita Magyarországról minden valós okot és indokot nélkülöz. Gyakorlatilag a jelenlegi európai parlament megbízatása májusban lejár. Kifutó széria a jelenlegi európai parlament, és az utolsó halálhörgését láthatjuk most. Néhány százan tüntettek a legfőbb ügyészség épülete előtt tegnap este. A demonstrációt Hatházi Ákos hirdette meg, miután kiderült, hogy az ügyészség szerint jogszerűen jártak el az MTVA biztonsági őrei, amikor testi erőszakot alkalmaztak az ellenzéki képviselőkkel szemben. A tüntetésen Hatházi Ákos kijelentette, hogy a hatalom megijedt a közmédiás akciójuktól, és félnek, mert a fideszesek tudják, hogy elindultak a Tadzsikisztánhoz hasonló diktatúráig vezető úton. Azt is mondta, idézem, mi azért vagyunk itt, mert nem vagyunk hajlandóak végigmenni velük ezen az úton. A demonstráció végén néhány tucat ember a legfőbb ügyészség épülete elől a nyugati téri felüljáróhoz vonult, amit egy időre el is foglaltak, megbénítva ezzel a forgalmat a környéken. A rendőrök később leterelték a tüntetőket a felüljáróról. Egy eddig ismeretlen felvétel szivárgott ki arról, hogyan dobták ki Hatházi Ákost az MTVA épületéből. A videót, amit a hvg.hu-hoz juttattak el, feltételezhetően az MTVA egyik operatőre készítette. Hatházi Ákos a tegnap esti tüntetést azért szervezte, mert a demokrácia mélypontjának tartja, hogy az ügyészség azt állapította meg, hogy a képviselők voltak a rendbontók. Mit csinálnak maguk, állatok? Mit csinálnak?
A pillanat, amikor Hadházi Ákost és Szél Bernadettet kilökték az MTVA épületéből a biztonsági őrök. A két független képviselő és ellenzéki politikus társaik a túlóra törvény ellen tüntetők 5 pontos követeléseit akarták beolvastatni. Az MTVA vezérigazgatója helyett azonban csak fegyveres biztonsági őrökkel találkoztak. Ne löködjön, ha löködnek! Egy egész éjszakát töltöttek az épületben, a történteket folyamatosan élőben közvetítették, de az MTVA operatőre is rögzítették az eseményeket. Egy ilyen belső vágatlan felvételen az látható, ahogy a DK-s Varjú Lászlót ráncigálják és taszigálják az egyenruhások, míg ő a földön fekszik. Ezen a legújabb kiszivárgott felvételen pedig az, ahogy Hadházi Ákost 6 őr berángatja egy folyosóra, majd az épület előterébe viszik. Nem menjek el! Nem menjek el! Majd pedig egyszerűen kihajítják a politikust Szél Bernadettel együtt. Az épületből történő eltávolításuk jogszerűen történt. Nem bántalmazták a képviselőket a székházban, erre jutott hétfőn az ügyészség, amely elutasította az ellenzéki feljelentést. Az országgyűlési képviselők nem hivatalos személyként jártak el, megjelenésükkel már a kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy a tüntetésekhez kapcsolódóan politikai követelések beolvasásával a műsorrendet akadályozzák és az élő műsort megszakítsák. Majtényi László alkotmányjogász szerint a jogállamisággal összeegyeztethetetlen, ami történt. Olyan, hogy állami szerv, kvázi magánhadserege bántalmaz képviselőt, ehhez a jogérvényesítő szervek egymással összezárva, egymással ellentétes halandzsát nyomva védelmet nyújtanak a bántalmazóknak, ilyen nem történhet meg. Itt már nem arról van szó, hogy van egy jogállami mérce, ahol jog van, ilyen nem történhet. Az ügyészség szerint, míg az ellenzéki képviselőket nem érte sérelem, az MTVA dolgozóit igen, ezért közérdekű üzem megzavarása miatt nyomozást rendeltek el. Nincs orvos, így időpontot sem tudnak adni hasi ultrahangra a fővárosi Bajcsi Zsilinszky kórházban, tudta meg az RTL Klub. A kórházban mindössze annyit közöltek, hogy csak várólistára tudják felvenni a betegeket, de azt, hogy mikor kerülnek sorra, megjósolni sem tudják. A beszámoló szerint folyamatosan keresik az orvosokat a kórházba. Egyébként máshol sem sokkal jobb a helyzet, Nyíregyházán júliusra, Nagykanizsán pedig csak augusztusra tudnak időpontot adni. A magárendelőkben viszont azonnal lehet időpontot kapni, igaz, egy hasi ultrahangért 8 és 22 ezer forint körüli összeget kell fizetni. Az összeomlás határán volt tavaly augusztusban a Honvéd Kórház sürgősségi centruma, tudta meg a hvg.hu. A portál birtokába került egy levél, amelyet az osztály éléről leköszönő Burány Béla írt. Ebben az áll, hogy működésképtelen állapotban vette át az osztályt. Az orvos létszáma minimálisan szükséges szint felét sem ért el. Szakdolgozóból sem volt elég, ráadásul fontos eszközök, például vérnyomásmérők, lélegeztetőgépek és hőmérők részben vagy teljesen hiányoztak a centrumból. Burány Béla levele gyakorlatilag megerősítette Zahár Gábor korábbi vezető érvelését. Közben a Honvédelmi Minisztérium folyamatosan cáfolta, hogy gond lenne a centrumban, és szerintük Zahár Gábor csak sértődöttségből mondott ilyeneket, mert tudta, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Az ország leggazdagabb településén Budaörsön is akadozik a szemétszállítás, számolt be róla az Index. A polgármester szerint ennek a szemétszállítás központosítása lehet az oka. A Kuka Holdingként ismert szolgáltató nem fizette ki a szállításért járó pénzt. A cég pedig nem tudta vállalni, hogy ingyen viszi el, hiszen béreket kell fizetnie és üzemanyagot kell vásárolnia, így 100 millió forintot is meghaladó hiány alakult ki a rendszerben. A város pedig nem viheti el a szemetet, mert arra már nincs engedélye. A szállítás ugyanis az érdi közszolgáltatóhoz tartozik. A kieső pénzt tudták korábban pótolni, azonban néhány éve 2 milliárd forintos szolidaritási adót szed be Budaörstől az állam azért, mert átvették a várostól az oktatási intézmények fenntartását. Elmaradt a Nemzeti Előadó Művészeti Érdekegyeztető Tanács ülése, miután Fekete Péter nem érkezett meg. Ezen az ülésen közölték volna az érintettekkel, hogy a megszűnt kultúrtaó helyett mire számíthatnak. Híradónk úgy tudja, hogy az ülést jövő hét kedden pótolják. A színházjegyek ára
emelkedett sok esetben, illetve előadások, úgy bemutatók maradtak el. Így reagáltak a színházi szervezetek arra, hogy megszűnt a Kultúrtau, de helyére még nem került semmi, így az a bevétel, amivel még évad előtt jogosan terveztek, nem érkezett meg hozzájuk. A TAU helyett most 37,4 milliárd forint áll rendelkezésre, de hogy kik, mikor és ebből mennyit kapnak, azt nem tudni. Az első két hónapban ennek... Kedden az Egyenes Beszéd kontrában El Simon László azt mondta, a színházi vezetők egy része már tudja, hogy milyen felosztás alapján fogják megkapni a támogatás rájuk eső részét. Vannak intézmények, akik nyilvánvalóan jobban fognak járni, ez nagyon helyes. De mi alapján? És vannak akkor olyan csak intézmények, annyit mondjon, hogy aki jobban járni alapján, aki rosszabbul mi alapján? Vannak olyan intézmények, akik meg hála jó Istennek, például csalók, meg olyanok, akik egyébként szerintem a rendszernek a hibáit kihasználva értelmetlenül és irreálisan sok pénzt jutottak, azok pedig nem fognak jól járni. Az, hogy kik hogy fognak járni, már ma kiderülhetett volna. Az államtitkárság ugyanis összehívta a Nemzeti Előadó Művészeti Érdekegyeztető Tanács ülését, ahol az érintettek tájékoztatást kaphattak volna a minisztérium elképzeléseiről. Ám ez a találkozó végül elmaradt. Nagyon alul finanszírozott az előadó művészeti szféra, és vannak olyan elképzelések, hogy a TAU-t kiváltó új alapból vagy rendszerből lehet-e bérfejlesztésre fordítani valamit. A Független Előadó Művészeti Szövetség megdöbbent és csalódott az elmaradt egyeztetés miatt. Legalább azt tudni kellene nagyon közeli jövőben, tehát arra gondolok, hogy ezen a héten, hogy a kormányzat által biztosított keretösszeget milyen módon tervezi felhasználni a minisztérium pályázat útján, egyedi támogatás útján, hogy mik a tervek, mert egyszerűen a színházak nem tudnak következő hónapra sem tervezni. Az elmaradt egyeztetést január 29-én, vagyis jövő hét kedden pótolják. Kerestük az ügyben az Emmy, de adásunkig nem kaptunk választ. Híradónk viszont úgy értesült, hogy csütörtökön Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, bejelentést tesz a támogatással kapcsolatban. Urizálásnak tartják az ellenzéki képviselők, hogy a fideszes Hoppá Péter parlamenti képviselő pécsi irodájába két nagy nevű festő alkotásait helyezték el, amelyek egyébként a Janus Pannonius Múzeum tulajdonában vannak. A demokratikus koalíció szerint nem kellene feltétlenül jelezni, hogy milyen értéket helyeztek ott el. A jobbikosok azt mondták, hogy ők is elmennek a múzeumba és kérnek képet a falaikra. Ezt a fotót posztolta Hoppá Péter fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalára, hogy így köszönje meg a pécsi Janus Pannonius Múzeumnak, hogy két nagyértékű festmény is díszítheti az irodáját. Ahogy írja, a képek letétbe kerültek hozzá. Azt, hogy mikor tették a falra a képeket, nem tudtuk meg, mert a képviselő nem nyilatkozott híradónknak. Az azonban biztos, hogy az egyik kép már lassan egy éve ott lóg a falon, amit igazol ez a tavaly áprilisi fotó, amit szintén Hoppá tett ki az oldalára. Az ellenzék szerint ez a fajta műtárgy és aggályokat vet fel. Egy országgyűlési képviselői irodába túlzásnak tartom. Urizálásnak, másrészt meg biztonsági szempontból egyáltalán nem tartom jó ötletnek, hogy kiírjuk a Facebookra, hogy ilyen nagy értékű képek találhatók a képviselői irodában. A Jobbik képviselője kijelentette, ha a fideszesek ilyen elbánásban részesülnek, akkor ők is mennek a múzeumba. Megszokhattuk már azt, hogy a Fidesz a közvagyont az sok esetben magánvagyonként, vagy a köztulajdon sok esetben magántulajdonként kezeli. Nagyon úgy fest, hogy itt is éppen erről van szó. De hát legyünk optimisták, én azt mondom, hogy akkor a Jobbik is felkeresi a pécsi múzeumot, és megkérdezzük, hogy adott esetben akkor a mi irodánkba is kerülhetnének ilyen képek. A képek kihelyezéséről a múzeum írásban azt közölte, ez nem egyedi eset, máskor is történt már ilyen. Hozzátették, bevett gyakorlat, hogy egy közgyűjtemény műtárgyat ad tartós megőrzésre közhivatal, kulturális intézmény, vagy közögi méltóság például vezető pozícióban levő tisztségviselő rendelkezésére. A Hoppá Péter irodájába került képekről pedig azt írták, hogy azok kiállítva sosem voltak. Több mint 30 festményt kölcsönözte ki a Szépművészeti Múzeumból Orbán Viktor új hivatalába, a Karmelita Kolostorba. Az átlátszó derítette ki, hogy a Várgondnokság Nonprofit Kft. Összesen 34 festményt és 4 szobrot kölcsönzött ki a múzeumból 2023 végéig. A portál úgy tudja, hogy a miniszterelnökség kifejezetten a történeti festészet és néhány konkrét az állandó kiállításokon is szereplő alkotás iránt érdeklődött, de ezeket nem kapták meg. A Szépművészeti Múzeum a kért képek hiteles reprodukcióját, vagy a festő követőjének másolatát ajánlotta fel a Karmelita díszítéséhez.
Vona Gábor szerint vállalhatatlan a náci karlendítés. A Jobbik volt elnök ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy kikerült egy videó, amelyen Schneider Tamás a párt jelenlegi elnökének felesége látható, ahogyan a nácik mintájára felemelte a karját. Mindez az esküvőjükön történt, ahol a hírek szerint homofób és rasszista vicceket is meséltek. Vona Gábor szerint a videóról mindenkinek ugyanaz a véleménye, vagyis hogy vállalhatatlan, és szerinte talán az is így gondolja, aki a videóban szerepel. Hozzátette, a történtekért nyilvánosan kellene elnézést kérni. Az esküvőn egyébként Vona Gábor is ott volt. Schneider Tamás az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy csak szórakoztak és poénkodtak a meghívottak. A pártelnök szerint a videó nyilvánosságra kerülése már az európai parlamenti választási kampány része. Elkezdte értesíteni a devizahiteleseket a Nemzeti Eszközkezelő arról, hogy milyen feltételekkel vásárolhatják vissza ingatlanjaikat. Az érintetteknek 60 napjuk van válaszolni. Ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, majd azt vissza kell küldeniük az eszközkezelőnek. A társaság közleménye szerint az utolsó pillanatban jelentkező adósokkal már nem kötnek bérleti szerződést, viszont az ingatlant megvásárolják, vagyis kifizetik a hitelezőt. Az ügyfél ezután kedvezményes feltételekkel visszavásárolhatja a lakást vagy a házat. A többi között az ágazati béremelések miatt várhatóan 5-10%-kal drágulnak idén az építőanyagok, számolt be róla a Világgazdaság. A lap szerint az emelésre azért van szükség, mert a gyártók kiadásai megnőttek, egyrészt a 10-20%-os béremelések, másrészt az energiaárak és a fuvarozás drágulása miatt. Tavaly nagyjából 20%-kal nőtt a forgalma az építőanyaggyártóknak és a forgalmazóknak. Legfőképpen a szerkezeti anyagokat, valamint a hőszigetelő anyagokat keresték. Az építőanyagipar felfutását az új lakások építése, valamint a jelentősebb ipari és nagy beruházások pörgették fel. Hajtóvadászatot indítottak az osztrák rendőrök a magyar határ melletti Burgenlandban, miután megjelent a hír, hogy elrabolhatták az Eszterházy Alapítvány kezelőjének édesanyját. Azóta kiderült, hogy szó sem volt emberrablásról. Az asszony önként szállt be a lánya által vezetett autóba. Az idős asszony lánya maga jelentette be a rendőrségen, hogy az édesanyja vele van és nem rabolták el. Innen a Kismartoni Eszterházy utcából vitték el a történet szerint a milliárdos örökséget kezelő alapítvány vezetőjének, Otrubai Istvánnak a 88 éves édesanyját. Állítólag ápolójával sétált az utcán, miközben megjelent két fekete autó, és az egyikbe tuszkolták az idős nőt. A történetről sokan hallottak, köztük Ausztriában gyakran megforduló magyarok is. A szervizben olvastam az újságnak a címlapját, és hallottam róla, hogy most mondja az osztrák barátom, hogy elraboltak. Ezek szerint nem tudok róla, különben már semmit sem. A rendőrség hatalmas erőkkel vetette magát az emberrablók nyomába. Az első hírek szerint külföldi autót kerestek. Több tucatnyi magyart is igazoltattak a határmenti településeken is. Am Nachmittag hier in Eisenstadt zu einem Vorfall gekommen, wo tegnap délután 3:30 után érkezett a bejelentés az Eisenstadti rendőrségre, hogy elraboltak egy embert, mondja a burgenlandi rendőrség szóvivője. Akkor azt mondták, hogy két fekete autó állt meg egy idős asszony mellett, és az egyikbe tuszkolták az ismeretlenek a nőt. Sokan nyomoztak az ügyben, de reggel kiderült, hogy az asszony Tirolban van, és önszántából utazott oda. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi történt, kik és miért csapták be a teljes osztrák rendőrséget azzal, hogy ember rablás történt. Az idős Eszterházy unoka egyébként néhány hete költözött Burgenlandba, aminek a családja nem örült. A rendőrség szerint egyébként egy eddig még nem ismert családi vita állhat a történtek mögött. Kismartonban kerestük a család tagjait is, de senkit nem értünk el. Szóvivőjük osztrák sajtóértesülés szerint azt kérte, hogy hagyják békén a családot. Vádat emeltek egy magyar állampolgárságot szerző, de Ukrajnában élő nyugdíjas házaspár és a menyük ellen, mert 2015 óta jogtalanul vettek fel nyugdíjat, illetve családi pótlékot. A papírok szerint a család 2014-ben jelentkezett be egy nyírmeggyesi családi házba, de ott sosem laktak. Több mint 11 millió forintot csaltak így el a magyar államtól, akár börtönbe is kerülhetnek. Legutóbb a választások kapcsán merült fel, hogy sokan jelentkeztek be magyar címekre, leginkább Kárpátalján, Romániáról és Romániából. Hiába csöngetett stábunk, nem jutott be abba a nyírmeggyesi házba, ahol az ukrajnai magyarok állandó lakcíme volt. Mint kiderült, 2014-ben szereztek állampolgárságot, majd nem sokkal később a magyar lakcímükre hivatkozva nyugdíjat és családi pótlékot igényeltek. Egy ellenőrzésen buktak le.
A falunak a jegyzője egy helyszíni szemle keretében győződött meg arról, hogy ezen ingatlanban ténylegesen ezen honosított magyar állampolgárok nem laknak, ezért az állandó lakcímet érvénytelenítette, és innentől nyílt meg a lehetőség a szakhatóságok felé is, hogy a határozatokat visszavonják. Az ügyészség Nyírmegyesen több hasonló esetet is vizsgál. Azt már a falu jegyzője mondta el, hogy az ellenőrzések azt igazolják, hogy Kárpátaljáról, leginkább Beregszász környékéről jelentkeztek be hozzájuk fiktíven. Miután ide kerültem, megállapítottam, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyben több tízen is vannak bejelentkezve, és a jegyzőnek ez feladata a jogszabály szerint, hogy ha úgy állapítja meg, hogy az nem valós az a lakcím, az életkörülményekből kifolyólag, akkor helyszíni szemlét tart. Nyírmegyesen több honosított magyar lakcíméről is kiderült, hogy fiktív, ezeket megszüntette a jegyző. A tömeges bejelentkezések miatt egyébként az ellenzék többször emelte fel a hangját a választások előtt, de akkor érdemben nem foglalkoztak a fiktív lakcímekkel. A falusiak azt mondták, azt nem gondolták, hogy Ukrajnából sokan pénzért jönnek állampolgársági esküt tenni Nyírmegyesre. Be voltak jelentve a régi polgármesternél, de az most, hogy hol tartózkodik, vagy hol van, nem tudom. Ezt tudom, mert többször, ha felmentem a hivatalba, és akkor volt róla szó ilyen. De erről, hogy így pénzt is külön még felvegyenek, ezt csak most tudjuk. A házas párt és a fiatalabb nőt költségvetési csalással és közokirat hamisítással vádolja az ügyészség. Befagyott a Niagara vízes és jelentős része a látványról készített felvételek már bejárták az internetet. Hasonló jelenséget utoljára 5 éve tapasztalhattak a látogatók. Az ítéletidő miatt 15 tagállamra adtak ki viharriadót az Egyesült Államok északkeleti részén. Ez mintegy 100 millió embert érint. Az észak-amerikai dermesztő hideg a világ egyik leglátogatottabb vízesését sem kímélte, a Niagara ugyanis befagyott. Ez a drónfelvétel a kanadai oldalon készült, a nem mindennapi látványról pedig a turisták is csodás felvételeket készítettek, amelyek bejárták az internetet. A látogatók utoljára 5 éve tapasztalhattak hasonló jelenséget az Egyesült Államok és Kanada határán. A vízesést múlt pénteken érte el a viharrendszer, ahol azóta is mínusz 5 és mínusz 20 fok közötti hőmérsékletet mérnek. Bár a felszínen jégtömbök úsznak, a közel 40 km per órás sebességgel zuduló vízmennyiség szinte lehetetlenné teszi, hogy a Niagara teljesen befagyjon. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat a hóviharra való figyelmeztetéseket adott ki Amerika északkeleti részén, ahol mintegy 100 millió ember él. A kontinensre zúduló hideg hullám nyugatról érkezett, és azt megerősítette az északi sarki állandó ciklon is. Az állandó hóviharok és ónos esők 15 államban okoznak fennakadásokat és áramkimaradásokat a térségben. Hogy itthon milyen idő várható a következő napokban, azt Gál Noémi mondja. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! A délkelet felől érkezett csapadék zóna egyre inkább a folytatásban északra, északnyugatra mozdul, egyre több felé lesz tehát az ország területén havazás, bár a Tiszántúlon, illetve délkeleten, ahol délután még 2-4 fokra is számíthatunk, a havazás mellett havas eső, illetve ónos eső is előfordulhat, de este felé a hőmérséklet csökkenése mellett az ország legnagyobb részén már egyre inkább havazásra kell készülni. Észak-keleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat, délután pedig a legmagasabb hőmérséklet 0 és 4 fok között alakul, eleinte még északnyugaton vékonyabb lehet a felhőzet. A pénteki napon is többfelé várható csapadékhullás, havazásra, havas esőre egyaránt számítanunk kell, aztán a hétvégén több-kevesebb napsütésben is bízhatunk, csak elszórt csapadék valószínű, viszont nagyon hidegen indulnak majd a napok, mínusz 10 fokot is mutathatnak a hőmérők, és szombaton akár viharossá is fokozódhat a szél. A jövő hét elején pedig újra havazásra, havas esőre kell készülnünk. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után is maradjanak velünk, mert azonnal kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri, milyen témákkal várod? Szervusz, Anna, a reggeli témák maradnának, nevezetesen, hogy megkezdődött a sztrájk a Győri Audiban, a teljes gyár leállt. Egy hetesre tervezik a sztrájkot, a munkavállalók minimum 75 ezer forintos béremelést követelnek, és még egyéb más követeléseik is vannak. A második, hogy a Honvéd Kórház sürgősségi osztályáról most távozó vezető elismerte, hogy tavaly szeptember körül az összeomlás határán állt
az intézmény, úgyhogy az akkori állítások utólag igaznak bizonyultak, bár a kormány akkor ezt tagadta. A harmadik téma, hogy zajlik a budapesti előválasztás, Karácsony Gergely és Horváth Csaba is összegyűjtötte a 2000 darab ajánlást, úgyhogy ők most már hivatalosan is főpolgármester jelölt jelöltek, majd meglátjuk, hogy melyikük jut tovább. Ezek a témák. És hát, ahogy az időjárás jelentést hallottuk, azt tudom mondani, ilyen csúnya időben nincs jobb annál, mint hogy otthon ül a kedves néző, és nézi a fórumot, meg az ATV egyéb műsorait. Köszönöm szépen, Feri. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Én pedig már megköszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!